A műsorunkat támogatta az Inplex, otthon a kivitelezésben, napelemtelepítés, teljes körű villanyszerelés és szigetüzemrendszerek kiépítése. Inplex.kft.hu. Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Zöld 25, amelynek célja, hogy erősítsük a környezet tudatos gondolkodást, és ötleteket nyújtsunk a rezsicsökkentéshez. A tapasztalatok szerint egyre több háztartásban működik már esővízgyűjtő edény. Fontos szerepet kap a hőszigetelés, valamint a napelem telepítés. Mutatom az ajánlatunkat. Bemutatunk környezetbarát bútorokat, esővízgyűjtő edényeket és napelemtelepítést. Utána nézünk az energiatakarékos jacuzziknak és egy balatonalmádi hotel nyílászáró cseréjének. A bútoroknál is pontos szempont a fenntarthatóság, és egyre több otthonban választanak természetes alapanyagokból készült dizájndarabokat. A bútor tervezéseknél és a kivitelezéseknél is nagyon fontos szempont az, hogy azok a termékek, amiket előállítanak, azok hosszú távra megfelelő minőségi szempontokat figyelembe véve és a design igényekhez igazodva a lakótereknek a környezetét szebbé tegyék és hosszú távra biztosítsák a használhatóságot. Alapanyagban fontos szerepe van a fának és a bőrnek. A délnémet bőrök azok, amik jelentkeznek úgymond a gyártásban. A bőröknek amúgy is az a fontos szerepe van, hogy természetességet hozzanak be a lakókörnyezetekbe, és minél inkább azt hivatottak szolgálni, hogy az emberek természetközeli élményt tudjanak megélni a lakásukon belül is. A bőr mellett még a fa is ilyen alapanyag, amelyekből ugye a bútorok készülnek. Ugyanúgy természetességet visznek be a lakásokba, otthonokba. Így van. Az előállítások során a fánál például a furnér az, ami a legnagyobb felületet biztosítja, tehát egy darab farönkből például a rengeteg furnér mennyiséget gyártanak, és ezáltal egy-egy fából sokkal több bútor alapanyag készül, és a fával való dolgozás biztosítja azt, hogy teljesen egyedi, unikált bútorok kerülnek a lakóterekbe, és megtartják azt a természetes érjet, amivel az ember az otthonába visszahozza az erdőnek úgymond a hangulatát. Ebben a bemutatóteremben mindegyik bútor fenntartható? Igyekeztünk olyan gyártókkal dolgozni, akik németországi területeken készítik el a bútorokat. Az alapanyagok is Németországból kerülnek úgymond össze és felvásárlásra, és a termékek előállítása tulajdonképpen kézi munka jellegű, tehát egy-egy bútorunk, ami itt van, akár az ülőgarnitúrák, a fotelok vagy az asztalok is, mind egy-egy mesterembernek a keze munkáját tükrözik, és hosszú távra tervezett bútorokról van szó, amelyek az egyediséget és a fenntarthatóságot biztosítják. Voltál már egyébként ebben a gyárban, ahol készítik ezeket a bútorokat? Igen, a bútorgyáraknak a nagy részében már mi is voltunk, és megnéztük a gyártási folyamatokat, aminek mind az az alapja, hogy igyekeznek arra törekedni, hogy olyan alapanyagokkal dolgozzanak, és olyan technológiával, ami környezetbarát, abszolút csökkentett ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után. A gyártáskor figyelnek arra is, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. Ezt azzal is el tudják érni, hogy például adott esetben egy ülőgarnitúrának a bőr felületeknek a szabásánál nagyon kevés hulladék képződik. A fa felületeken vízbázisú festékeket használnak, a ragasztóanyagoknál a vegyszermentes, természetes anyagokra törekednek.
Nem csak a család és a társasházaknál, hanem a különböző intézményeknél, így a hoteleknél is fontos szempont a nyillászárók cseréje, hiszen sok energiát tudnak megtakarítani. Balatonalmádiba látogatunk el, ahol egy hotelnek a felújítását mutatjuk be önöknek. Nagy üvegfelületen keresztül lehet gyönyörködni, például a panorámában. És új trend például a nyillászáróknál, hogy az árnyékolást kombinálják a hőszigeteléssel. Energetikai és belső építészeti szempontból felújították a Balatonalmádi Hotelt, kicserélték a nyillászárókat és dizájnossá tették a különböző tereket. Jól látszik egyébként az a fajta trend, hogy mindig meg kell nézni, hogy az ablakot milyen célra használjunk. Tehát amíg egy magánháznál vagy egy intézménynél az a lényeg, hogy takarítsunk meg energiát, vagy éjszaka egy árnyékolóval kombinálva legyen sötét a lakásban, vagy egy redőny szolgáljon például biztonsági célokat, nyilván ebben a hotelben a szálló vendégek kiszolgálására legyen egy komfortos hotelépület, ami megfelelő zajvédelmet tud biztosítani a Balatonparton, akár a közlekedési zaj, akár egyébként a maga a szállodai környezet miatt, illetve hát a kilátás miatt természetesen nagyon fontos volt, hogy olyan nagy üvegfelületek adódjanak, amik biztosítják azt, hogy az emberek gyönyörködjenek itt a látképben is. A körbenapozás miatt olyan üvegeknek kell lenni egy ilyen térben, ami egyfajta árnyékot nyújt. Tehát például erre nagyon jó célt szolgálnak a napvédőüvegek. Nem szokványos helyen, például a szaunában, itt a finn szaunában is műanyag nyílászárók kerültek, illetve a sókamrába is. A sókamra az egy kisebb igénybevétel, de a finn szaunában gyakorlatilag a nagy hőingadozás miatt edzett üvegekkel készültek az ablakok. Milyen színek, milyen profilok kerültek beépítésre? A hotelépülete magán fehér műanyag nyílászárók kerültek elhelyezésre. Ezek korszerűbbek, mint amik korábban voltak. A közösségi terekben alumínium függöny falrendszerek, alumínium nyílászárók kerültek be. Belső térben nagyon sok helyen elvárás volt ugye a műszaki indokok alapján a tűzgátló szerkezetek beépítése, illetve nyilván egy ilyen szállodakomplexumban rendkívül fontos az, hogy a menekülő ajtók is az előírás szerint pánikzárral nyíljanak. A tapétajtó is trendi a hotelben, amelyet harmóniába hoztak a falak stílusával. A jól szigetelt egy épület, és most nagyon fontos ugye az energiatakarékosság a hotelek esetében is, hogy tudjanak spórolni, akkor körülbelül így mennyi energiát tudnak megtakarítani, mivel a legtöbb hő a tetőn, a nyillászárón, homlokzaton keresztül megy el. Igen, ezt nyilván azért ez nagyon nagyban függ attól, hogy a homlokzaton milyen arányú a nyílászárók mennyisége. Most nyilván ezen az épületen például nagy, tehát itt azért kevés falazott elem látszik, akár a hotelépület, akár a kiszolgáló épületek, az étterem, a medencerész, tehát ezeken a területeken is nagy üvegfelületek vannak, tehát itt azért nyilván nagyobb részt egy ablak cserével nagy rész energia megtakarítás érhető el. Egyébként családi házaknál hagyományos építésű családi házra gondolok, tehát nem arra, amikor nagy üvegfelületekkel veszük körbe a homlokzatot. Körülbelül az energia megtakarítás 30%-a elérhető a nyílászárók cseréjével. Különböző szempontokat vesznek figyelembe a nyílászárók cseréjénél, ha családi házat vagy hotelt, óvodát vagy más intézményeket újítanak fel. Nagyüzemi vagy nagyvállalati szinten használják, a nagyvállalatiban természetesen beleértem a szállodákat, az intézményeket, iskolákat, óvodákat, ahol kimondottan a műszaki tényezők azok, amik meghatározzák egy nyílászáró csere szükségességét. Addig a magánszemélyek egyfajta divatból, trendből, felújításból cseréltek eddig nyílászárót, és kevesebb figyelmet fordítottak arra, hogy mit vesznek. Nyilván a régi faablakok helyett egy műanyag ablak beépítése már eredményeket jelentett egy energia megtakarításban, de azért a műanyag nyílászáróknál is oda kell figyelni arra, hogy milyen üvegezéssel, milyen árnyékolókkal, és az igényeknek megfelelően cseréljék ki a magánbevők is akár a saját ablakaikat. Új trend a nyílászáróba integrált árnyékoló. Ahol három rétegű üvegű nyílászáró mellett kvázi egy külső negyedik üvegréteg és a
az ablak hűszigetelt üvegek közé be lehet építeni egy motoros mozgatású árnyékolót, ami hasonlít egy Reluxa rendszerhez, nem porosodik az üvegréteg miatt, ugyanakkor a hőszigetelés szempontjából adódik egy negyedik üvegréteg, ami szintén javítja az ablakszerkezetnek a hőátbocsátását, és együtt mozog a szárnyal, könnyen takarítható, könnyen kezelhető. Az új nyillászáróban egyesül az esztétikum a dizájnnal, és még nagyobb hőszigetelési értéket tudunk elérni, mivel a nyillászáró az árnyékolást is biztosítja. Az energiatakarékosság a luxus termékeknél is megjelenik, például a jacuzzik hőszivattyús rendszerrel vannak ellátva, valamint skandináv szigeteléssel. A meglévő medencékbe pedig mindezek be is építhetőek. Sok ezer otthonban van jacuzzi, amelyek egy korábbi technológiával készültek, azonban néhány megoldással energiatakarékosan is működtethetőek. Az a hőszivattyúnak a használata, ami körülbelül 60-70%-kal csökkenti az energiafogyasztás egy háztartásra vonatkozóan. Ugye itt függ nagyon sok mindentől az, hogy a medence mennyit fog használni, mennyi energiát használ. Itt gondolok a környezeti tényezőkre, időjárás változásra, de 60-70%-ot azt átlagosan tudjuk mondani erre. Ezen kívül a skandináv szigetelés, ez is szintén bármely medencénkbe utólag beépíthető, itt körülbelül egy ilyen 50%-os takarékosságot tudunk biztosítani. A szigetelés a burkolat alatt van elhelyezve. Esztétikailag semmiben nem befolyásolja a jacuzzinak a kinézetét. Téli hidegben is megtartja a jacuzzinak a melegét, nem 100%-osan, de nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb felfűtés legyen szükséges a következő használatkor. Mennyire van szükség például a víznek a leeresztésére, vagy pedig már arra felé halad a trend, hogy a víztakarékosság is érvényesüljön a jacuzziknál? Természetesen a víztakarékosság is nagyon fontos napjainkban, ezért szoktuk javasolni, hogy hagyják benne az emberek a vizet a medencéjükben, de mivel a tél az egyik legjobb időszak arra, hogy használjuk a jacuzzikat, ezért szerintem senkinek nem fordul meg a fejébe, hogy téliesítse a medencéjét. Napjainkban mennyire gondolkodnak jacuzzikban, masszázsmedencékben, és mennyire kérdezik meg akár tőletek, hogy miért érdemes választani, hogy kevés energiát fogyasszanak, mennyire mennek inkább a dizájnra, vagy pedig most előtérbe kerül a költséghatékonyság? Költséghatékonyság nagyon fontos. Az idei évben az európai és az amerikai kiállításainkon már élőben is megtekinthetők ezek a medencék. A medencék új dizájnt kapnak a jövőben, és új szigeteléssel is el lesznek látva. A cél, hogy az új medencék a legenergiahatékonyabb jacuzzik között legyenek a világon. Valamint kevesebb masszázsmotor is található benne, de a masszázs élmény még hatékonyabb, még jobban átmasszírozza az ember testét. Nagyon sok hangsúlyt fektetünk arra, hogy a masszázsmedencék költséghatékonyak legyenek, de emellett ugye a környezettudatosság is nagyon fontos. Ez a gyártástól egészen a felhasználói élmény is fontos számunkra. Sokan azért szeretnek jacuzzizni, mert stresszoldó és nyugtató hatású, és így jó hatással van a szellemi és a fizikai képességre. Azt kell először figyelembe vennie, hogy mekkora térigénye van egy jacuzzinak, az ő adott terében mekkora jacuzzi fér el, ennek függvényébe kell választani ugye üléhelyek számát tekintve. De számít a masszázs élménye is, hogy okosan működjön a rendszer. A cél, hogy kevés energiát fogyasszanak a medencék, és könnyen szerelhetőek legyenek, hiszen egy jacuzzit hosszú távra választanak a használóik. Egyre több család dönt a napelem telepítések mellett, ennek oka, hogy megtermeljék napenergia segítségével a háztartásukhoz szükséges áramot és csökkentsék a rezsijüket. És egyre több a környezettudatos gondolkodó is. A tapasztalatok szerint folyamatosan növekszik a napelemeknek a teljesítménye.
napelemeket telepítenek az egyik családi ház tetejére. 445 wattos paneleket raktunk föl. Igazából itt az volt a fő szempont, hogy nem olyan magas a villanyszámla, csak attól tartanak, hogy az energiaárak tovább fognak emelkedni, és gondolkodnak azon, hogy mi van akkor, hogyha beszerelnek majd esetleg egy fűtőklímet, mert nem szeretnék azt, hogy örökké nekik fát kelljen majd vágni. Mivel a család gondolkodik a fűtőhűtő klíma beszerelésén, így ennek figyelembevételével alakították ki a napelemes rendszereket. Úgy telepítettük a rendszert, hogy bővíthető lehessen. Tehát direkt egy oldalra raktuk a napelemeket, és akkor hajtunk még egy tájolást. Hogyha még egy klíma kerül be, vagy esetleg nem fedezni a költségeket, vagy ne hagyj Isten lesz egyszer egy elektromos autó, akkor még lehessen bővíteni. Először megnézzük, hogy mekkora rendszerre van szükség. Ahhoz kiválasztunk egy invertert, és megnézzük, mennyi napelemet kell felraknunk minimum egy körre, hogy az inverter tudjon működni, és utána, hogy körönként mekkora teljesítményű paneleket tud. A családokon kívül egyre több cég választja a napelemes rendszerek telepítését. A cégek mindig egy bizonyos időszakra szerződnek le a szolgáltatóval. Tehát egy bizonyos időintervallumot lefoglalnak, és ő mondjuk azt mondja a szolgáltató, hogy akkor 4 éven keresztül fizessél ennyit a villamos energiáért. És amikor lejár a 4 év, akkor újra számolják. És nagyon sok vállalkozásnak, cégnek mostanában fog lejárni ez az előre lefixált ciklus, és mostantól sokkal drágább lesz neki az energia. De ők amúgy is magasabb áron vették a villamos energiát, mint a lakossági, tehát nekik még hatványozottabban drágább a villamos energia. És a telepítés szempontjából meg ugyanannyiba kerül, mint a lakossági, tehát ugyanúgy tetők vannak, ugyanúgy telepítjük, nekik sokkal kisebb a megtérülési idő. A napelemek működéséhez inverter szükséges, ami az egyenáramot váltakozó árammá alakítja át. Saját inverterrel dolgozunk, minden szolgáltatónál rendszerengedélyes, elég szigorú szabályok vannak arra, hogy milyen invertereket lehet felrakni Magyarországon, ezeknek a kritériumoknak megfelel. Okosan is irányíthatóak? Igen. Tehát van hozzá telefonos applikáció, webes felületen is tudjuk kezelni őket, tehát van monitorozás is. Rá tudok nézni én is az inverterre, bármi problémája van, az ügyfél is rá tud nézni telefonon. Vannak szoftveres beállítások, amikbe bele tudunk nyúlni távolról, tehát ki se kell menni az ügyfélhez. Folyamatosan csinál termelési diagramokat napi, havi, éves lebontásba. Megtérülési idő, mi határozza meg, és mik a tapasztalatok, mennyire rövidül évről évre? Igen, ez azért mostanában nagyon nagy divat, hogy mindenki próbálja azt hangsúlyozni, hogy egyre kisebb a megtérülési idő. A rendszerek már azért sokkal stabilabbak, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Tehát már az inverter gyártói is eleve 10 év alapgaranciát adnak az inverterre, ami legtöbb esetben 20 évig is bővíthető. A napelemekre már 25-30 év teljesítmény garanciát is vállalnak a gyártók. Tehát már az üzemeltetés is egyre tovább tolódik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Az energiaárak változása az, ami a legjobban befolyásolja azt, hogy most mennyire éri meg a rendszer, illetve hogy mennyi idő alatt tud megtérülni. Tehát amikor mondjuk van egy 30-40 ezer forintos villanyszámla, ott azért most már lehet, hogy van, aki a kétszeresét is fogja fizetni, most sarkosítva mondom a villanyszámlájának. Tehát ott már akkor neki nem 10 év a megtérülési idő, hanem már mondjuk 5 évre leredukálódik. A tapasztalatok szerint nő a tudatosan gondolkodók száma, ezért fontos számukra, hogy a napelemek segítségével termeljék meg a háztartásukhoz szükséges energiát. Az aszály és a víztakarékosság miatt egyre több családi házban telepítenek esővízgyűjtő edényt, különböző méretekben választhatók, és ezek a betonelemek strapabíróak, terhelhetőek és időtállóak. Ezek az esővízgyűjtő tartályok egyre népszerűbbek, mert tárolhatjuk bennük a természet adta vizet. Meg a vé.
évet nagyon rátett egy lapáttal, vagy kivett legalábbis a csapadék mennyiségből. Hiszen Magyarországon átlag mondjuk 550 mm van egy évben, különböző eloszlással, de hát most rászáfolt ez az idei év. És hát ami van csapadékvíz, azt gyűjteni érdemes, és szerintem gyűjteni is kell. A betonelemek előnye a könnyebb szerkezetű tartályokkal szemben, hogy időtállóak, strapabíróak és terhelhetőek. Érdemes a földbe elhelyezni, hiszen ott egyrészt a káros biológiai folyamatok elindulását is megakadályozza, hiszen ott viszonylag hűvösbe van. És hát másik pedig a helytakarékosság, tehát egy udvarunknak ne egy ilyen ékessége legyen, hiszen mindenki egy zöld parkosított udvarterületet szeret. Tehát ezeket egy megfelelő munkagödörbe elhelyezve, rákötve a tetőfelületről érkező akár összes bevezető ágat, össze lehet gyűjteni ezt a vizet. Az összegyűjtött vízmennyiséget sokan a WC tartály öblítésére is felhasználják. Több vízművel is felvettem a kapcsolatot, hogy mi a szokás és mi az elvárás részükről, hiszen azt az összegyűjtött csapadékvizet azért majd egy tisztítóba meg is kell ugye tisztítani, kezelni. És hát erre egyértelműen az volt a válasz, hogy egy külön mérőórával akkor tudják mérni, és csak csatornagy érinti majd azt a vízmennyiséget, nem kell vízdíjat fizetni arra a vészőblítésbe felhasznált mennyiségre. A tartályok között méretben vannak különbségek, és egyszerű a telepítésük. Létezik 2 köbmétertől egészen 10 köbméteres tartály, ami ugye egy tartálytestet kell elképzelni. Ennek megfelelő méretű és mélységű munkagödör kiásása után ezeket lehet telepíteni, egy kis kavicságyazat, illetve talajtípustól függő megfelelő állékonyságot, és körülötte nagyon gondosan lehet és alaposan tömöríteni, tehát utána a talajsüllyedés sem merül fel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy különböző méretű tartály van. Ennél a tartálynál itt ugye az összeépítés követően ez egy teljesen zárt rendszerré alakul. Ez például egy 3 köbméteres tartály, de itt ez a hatalmas, óriás emelt állunk, ez például 10 köbméter tárolására alkalmas, és ez teljesen lesüllyesztve a föld alá, csak a felső elem tetején elhelyezett terbíró öntőtvas fedlap fog kilátszani a terepszinten, és az felnyitva, vagy onnan egy csatlakozást kialakítva újra tudjuk használni öntözésnek. Vannak esetleg olyan kiegészítő elemek rajta, amit érdemes megmutatni ezen az esővízgyűjtő rendszeren, még így a fedésen kívül, illetve hogy mit látunk a belsejében? Alapesetben ezeket a tartályokat úgy kínáljuk, hogy ne kelljen senkinek törni a fejét abból, hogy jaj, és akkor milyen csatlakozást tegyek még rá. Tehát ugye van egy zárt tartályunk, azon van egy öntött vasfedlap, azon keresztül a vízkivétel megvan, igen ám, de a vízbevezetés az, hogy történik. Előre kialakított csatlakozó elem helyet biztosítunk a betonba, ez a karika? És csak rá kell. Igen, ez egy befalazó idomnak hívják, és ez egy 110-es KG csatlakozóval rá lehet kötni. De ha egyedi igények vannak, természetesen több irányú csatlakozást is ki tudunk alakítani gyári módon. Helyszínen tényleg csak szerelő módon összeépíteni kell. A csapadék újrafelhasználás egyre inkább előtérbe kerül a családi házaknál, üzemeknél és azokon a helyeken, ahol kevés a vezetékes víz mennyisége, ezért ki kell egészíteni esővízgyűjtő tartállyal. Milyen megújuló energiaforrást mutattunk be? A napkollektor, B napelem. A választ a zöld 25 műsorkukat gmail.com e-mail címre várjuk szeptember 27-éig. A helyes megfejtők között kisorsolunk egy Gold Rose Mary természetes mosógélt a Natur Cleaning felajánlásával, és egy 5000 forint értékű vásárlási utalványt a Josef Seibel felajánlásával. josefseibel.shop.hu
Ez volt a Zöld 25 műsorunk, a következő héten a Trend közelbennel folytatjuk a Viaszat 3 csatornán, tartsanak velünk akkor is, addig is írjanak nekünk a Zöld 25 műsorkukac@gmail.com e-mail címünkre, lájkolják a Facebook oldalunkat és iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Viszontlátásra! Támogatóink German Design Élettér Stúdió, Leyer, Mészáros csoporthoz tartozó Fenstein Future Zrt., Implex Napelem, Wellis.